Köszöntöm a Debrecen Televízió nézőit. A híradó után már is itt vagyunk az esti közelképpel, ahol aktuális közéleti témákról beszélgetünk. London, Tel Aviv és Korfu. Csak néhány célállomás, ami jelenleg a debreceni repülőtér kínálatában szerepel. Vajon melyik közülük a legnépszerűbb? Hova utazhatunk még hamarosan Debrecenből, és milyen jó tanácsot érdemes megfogadnunk, ha először repülünk? Ma este első vendégünktől mindenre választ kapunk. A stúdióban köszöntöm Király Tamást, a debreceni repülőtér ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát egyből csapjunk is bele szerintem. 2019-ben elképesztő számokat produkált a debreceni repülőtér utasforgalom tekintetében. Minek volt köszönhető akkor az a siker? Azt gondolom, hogy a 2019-es év ugye rekord 600 000 fős utas forgalma, az egy hosszú előkészítő munkának volt a sikere. Ugye 2012-ben indította el a Wizz Air a Debrecen-Londoni járatát, és hát ez épült fokozatosan, és ugye ez 2019-ben csúcsosodott ki, amikor ugye már két bázisgéppel repült Debrecenből a Wizz Air légitársaság. Nagyon izgalmasan hangzik, és az idei év hogyan alakul? Az idei év azt gondolom, hogy hozza a várt számokat. Ugye 300-350 000 utas megfordulását tűztük ki célul a debreceni légikikötőbe. Ugye most már a nyári szezonnak több mint a felén túl vagyunk, és azt látjuk, hogy igen, sokat tudott erősödni a 2022-es év forgalmához képest a repülőtér utas forgalma. De hát még nyilván azért hátra van az évnek egy jó része, szóval várjuk azt, hogy további erősödésről tudunk beszámolni. Akkor mondhatjuk, hogy a koronavírus hatása azért már eltűnőben van, ugye? Különböző piaci szegmenseket különböző módon érintett. Ugye másként érintette a regionális repülőterek piacát, mint például ugye a Debrecen nemzetközi repülőtér piacát, illetve másként érintette a nagy repülőterek piacát. Nagy repülőterek tekintetében azt látjuk, hogy helyel közze helyreállt a forgalom, viszont a regionális repülőterek tekintetében erre még azért várhatóan kell egy-két évet várni, igen. Mik a legnépszerűbb járatok most Debrecenben? London, illetve Eindhoven népszerűsége tulajdonképpen töretlen, de ugye nyár van, beszéljünk a nyári úti célokról. Rendkívül népszerű az antaljai járat. Ugye idén már heti 5 járat indul innen Debrecenből. Ugye ebből a Wizz Air, illetve utazási irodák, az Ibus, illetve San Antoine utazási irodák indítanak járatokat. Ez azért rengeteg, ezek mind tele vannak? Ezek mind tele vannak, vagy közel nagyszerű. Tele vannak, igen, tehát jellemzően 90%-os kihasználtság fölött közlekednek ezek a járatok, de ezen kívül azt gondolom, hogy fontos megemlíteni Ciprust, mint ugye egész évben elérhető tulajdonképpen nyaraló desztinációt. Ez ugye tavasztól már heti 4 CER közlekedik ugye Debrecen, illetve Larnaka városa között. De ezen kívül, amit azt gondolom, hogy még nagyon fontos megemlíteni, ugye az Ibus utazási irodának a krétai járatát. Ez ugye egy teljesen új járat Debrecenből, korábban nem volt elérhető, és tulajdonképpen az első járattól kezdve már egy nagyon-nagyon sikeres járatról beszélhetünk, 90% és 100%-os járattöltöttségről tudunk beszámolni. Ez valóban nagyon szép szám. És megkérdeztetem, én teljesen laikus vagyok a témában, de hogyan néz ki egy új járatnak az élete onnantól, hogy mondjuk megszületik a gondolata, hogy ide indítani kéne egy repülőjáratot, és mondjuk elindul az első repülő. Mi történik közötte? A kettő közötti időszakban nagyon-nagyon sok minden történik. Ugye alapvetően a légitársaságok, illetve a repülőtér üzemeltetők tárgyalják le a különböző feltételeket, illetve ugye dolgozzák ki azt, hogy hogyan is kellene azt a járatot felépíteni. Milyen időszakban repüljön a járat, nyári, téli menetrendben, vagy adott esetben egész éves menetrendben. Milyen utazóközönséget kell megszólítani, milyen marketing kampányokat kell végrehajtani,
és még számos egyéb feltételt kidolgoznak, és gyakorlatilag ezt követően ugye egy ütemterv mentén végrehajtják ezt a tervet, és utána el tud indulni az első járat. Akkor ez nem egyszerű folyamat, maradjunk annyiban. Nem, nem. Hát ez jellemzően egy-két év időtartamot is igénybe tud venni. És lesz új desztináció hamarosan Debrecenből? Ugye 2 héttel ezelőtt jelentettünk be a Vizerrel közösen egy új járatot. Ugye az egyiptomi Hurgadába indít a Vizer idén októbertől heti 2 járatot. Azt gondolom, hogy ez egy ismételten egy olyan járat, ami nagyon nagy népszerűségnek tud majd örvendeni. Ugye ez egy visszatérő új járat, 2019-ben már volt egy hurgadai járatunk, nagyon jó töltöttséggel üzemeltek ezek a járatok. Ezt követően sajnos megszűnt a járat, de most újra visszatér a kínálatba, és ugye ez tulajdonképpen arra biztosít majd lehetőséget ugye az utazni vágyóknak, hogy télen is el tudjanak menni egy kicsit kikapcsolódni. És a repülőtér terén lesz esetleg valamilyen fejlesztés mostanában? Az elmúlt években nagyon sokat lehetett hallani a különböző sajtóforrásokból, hogy debreceni repülőtért fejleszteni kell. Ez az elképzelés, ez töretlen. Mai napig úgy gondoljuk, hogy a repülőtérnek fejlődnie kell, hiszen ugye nem csak a bűvös 600 ezer utas szeretnénk egy évben kiszolgálni, hanem ennek többszörösét. Felfelé lépni benne. Igen, ugye a fejlesztések előkészítése az jelenleg is folyamatban van. Ugye figyelembe véve azt, hogy mennyi mindent szeretnénk fejleszteni, új futópálya, új utasforgalmi terminál, nyilván nagyon sok időt kell az előkészítésre fordítani, hogy utána sikeres projekteket tudjunk zárni, de ugye a kettő közötti időszakban sem tétlenkedünk. Ugye idén tervezzük a terminál épületünknek, ugye a jelenlegi terminál épületünknek a fejlesztését. Tulajdonképpen egy olyan fejlesztést szeretnénk végrehajtani, amivel növeljük az utas komfortot az utasbiztonsági átvizsgálásnál, meg szeretnénk duplázni az utasbiztonsági átvizsgálási kapacitásunkat, illetve olyan új korszerű gépeket, berendezéseket szeretnénk telepíteni, amik lehetővé teszik azt, hogy az utasoknak ne kelljen a folyadékot, a laptopot kivenni a fedélzeti podgyászból, hanem minden gond nélkül csak keresztül tudjanak sétálni a kapun. Épp ezt akartam kérdezni, hogy egyébként mik a, hogy így fogalmazzam, a leggyakoribb reptéri bakik, amiket elkövethetünk egy csomagolás során, mondjuk aki annyira nincs benne még ebben? Azt gondolom, hogy számos bakit el lehet követni, de a leggyakoribb az a folyadék mennyiségekkel, illetve a folyadékok csomagolásával kapcsolatos baki. Ugye nagyon sokan nem tudják, hogy egy utas maximum 10x100 mm-t vihet föl a repülőgép fedélzetére, illetve vihet át az utasbiztonsági ellenőrzésen. És ugye nagyon fontos, hogy 100 ml-es kis csomagolásnál nem nagyobb edényekben legyenek. Igen, nőként tudom, hogy milyen nehéz ez a téma. Folyadékok. A másik, azt gondolom, hogy szintén gyakori baki, amit elkövetnek az utazók, a nem megfelelő fedélzeti podgyász méret. Ugye különböző légitársaságoknál különböző fedélzeti podgyász méretek engedélyezettek, és ennek utána kell nézni minden esetben, mielőtt utazik valaki, nehogy belefusson abba, hogy vagy kevesebbet pakolt, mint lehetett volna, már ez a kevésbé jellemző, hogy többet pakolt, mint lehetne, nagyobb podgyásszal szeretne utazni. Van az én ismeretségi körömben is olyan, aki borzasztóan fél az első repülésétől. Van esetleg egy olyan tanács, ügyvezető úr, amit lehetne adni egy olyannak, aki nagyon tart tőle, de azért menne is. Hogyan lehet ezen átlépni, ezen a félelmen? Azt gondolom, hogy a legfontosabb tanács az, hogy ne féljen a repüléstől. Ugye a repülés a világ legbiztonságosabb közlekedési módozata, ráadásul azt gondolom, hogy a legizgalmasabb is. De alapjaiban azt gondolom, hogy attól félnek általában az utazók, hogy nem tudnak tájékozódni a repülőtereken, idegen nyelvet kell beszélni. Viszont ezek olyan problémák, amiket egy felkészült repülőtéri
személyzettel nagyon könnyen meg tud ugrani az utazó. Debrecenben is szeretnénk felkészülni arra, hogy tényleg minden utazónak a kényelmét tudjuk biztosítani, és a lehetőleg bővebb tájékoztatást tudjuk minden utazó részére adni. Én kívánom, hogy így legyen. Király Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.